Felmentette a bíróság Hiszékeny Dezső szocialista politikust, akit hivatali vesztegetéssel vádoltak. Évekkel ezelőtt egy fedett nyomozó próbálta megvesztegetni. Az ügyészség szerint Hiszékeny Dezső pénzt kért a magát vállalkozónak kiadó nyomozótól, bár ezt nem szóban, hanem először egy bólintással, majd egy jelzésnek vett kézmozdulattal tette. Büntettének vágy alól felmenti. Vagyis Hiszékeny Dezső nem követett el hivatali vesztegetést a bíróság szerint. A másodrendű vádlott viszont befolyással üzérkedés miatt 2 évet kapott, igaz 5 évre felfüggesztve. A szocialista politikust azzal vádolta az ügyészség, hogy 2013-ban 13. kerületi alpolgármesterként 5 millió forint kenőpénzt kért azért, hogy egy önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség bérleti jogát egy vállalkozónak adja. Hiszékeny Dezső elsőrendű vádlott maga nem tett olyan kijelentést, hogy egyrészt a Budapest-Visegrád út 9 szám alatti üzlethelyiség bérbeadásához kapcsolódó ügyintézésért, később ugyanezen helység elidegenítéséhez kapcsolódó ügyintézésért 5 millió forintot kért volna. Az a vállalkozó, aki az üzlethelyiséget akarta megszerezni, valójában egy fedett nyomozó volt. Kétszer is találkozott Hiszékeny Dezsővel, és mindkétszer utalt arra, hogy zsebbe is fizetne, ha ő kapná meg a helyiséget. Először egy bólintást, másodszor pedig egy kézmozdulatot értelmezett úgy, hogy a volt alpolgármester pénzt kér. Aki a tárgyalásokon az elejétől kezdve jelen volt, annak számára ez az ítélet nem meglepetés. Hiszékeny Dezső mindvégig tagadta bűnösségét, maga kérte mentelmi joga felfüggesztését a parlamenttől 2014-ben, és az ellene folyó eljárást törvénytelennek, koncepciós eljárásnak nevezte. Én akkor, amikor ez az ügy indult 2014. júliusában, akkor tettem egy kijelentést, amit a mai napig fenntartok, igen. Ugye az ügy politikai indítatású, és azt gondolom, hogy egy előzetesen eltervezett forgatókönyv szerint zajlott. Erre egyébként az ügynek az irataiban van bizonyíték. Hiszékeny Dezső és a másik vádlott is elfogadta az ítéletet. Az ügyészség viszont súlyosbításért, illetve a politikust elmarasztaló ítéletért fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik.